hediyeles, hediyeles. A fekete leves. Hediyeles. Kívánok. Köszönjük szépen, jó estét kívánok! És megint jó estét kívánok! Az ezen a héten hozzánk érkezett levelek és e-maileknek mintegy 90%-a ugye az EU szavazás vagy EU játékunkkal kapcsolatban érkezett. Mi azt kérdeztük, hogy hány százalék megy el a szavazásra jogosultak közül, illetve milyen lesz az igenek és a nemek aránya. Értelemszerűen ezt a nagy mennyiségű levelet még nem tudtuk feldolgozni, később fogunk eredményt hirdetni, de azért köszönjük mindenkinek, aki írt nekünk. Azért jöttek olyan válaszok is, például, hogy az igenek aránya valószínűleg sok lesz, a nemek aránya pedig durván 50-50% a férfiak és nők között. Blénesi Mátyás nem tippel, csak a következőt fűzte hozzá a játékunkhoz. A nemek arányát mi határozzuk meg, az igenek aránya határoz meg bennünket. De most szombaton, 10 óra után néhány perccel szerintem mindnyájan tippeljük meg, hogy hányan mentek el szavazni, és hány százalékos volt az igenek aránya. Jó, és aki eltalálja, hát az eltalálta. Azért mondok két számot, jó? Most mire, arra, hogy igen, vagy pedig a... 60% megy el szerintem szavazni, és 80% mond igent. Ezzel... De gyorsan... Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Horn Gyula csütörtökön az esti kronikában ugyanennyit mondott 60%-ot, tehát akkor én azt mondom, hogy 51. 51? És mennyi az igen? 48. Az igen? Igen. Kokó? Nekem pont ugyanez az eredmény jött ki. Köszönöm. 60-80? Nem a 60-80. 51-48? Legyen így. 65%, csak legyen valami díj, vagy valami, mert... Jó. Hát az, ha például bejutunk az Európai Unióba, az már egy díj. Hát bejutottunk, de mondjál. 65% és 75. Nem bízom. Gálvölgyi? Igen. Hát én nagyon pessimista vagyok, de azért optimista. Miről van szó? Igen. Szerintem olyan 60% megy el, és 58 lesz. Az 58. Igen. 64. 64, és hányan mondanak igent? 54. 54. Te, még, te kevesebbet mondtál, te 48. Nem, én mennyit mondtam? Laci? 48-at? Igen. Bocsánat, teljesen hülye vagyok. De a Kokó is akkor, mert ugyanazt mondja. Nem, nem is ez volt a kérdés. Azt tudjuk, hogy te teljesen hülye vagy. 48 hülye vagyok. Tedi, azt mondd meg nekem, Tedi, azt mondd meg, mert én... Számadatokban te vagy abszolút a legjobb. Azt nem, mondják nekem, a Henrik a legjobb, de a szavazók hány százaléka mondják? Azt mondják, hogy hány kell ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazás? Gyerekek, mondjatok 81-et vagy 79-et. 25 százaléknak, tehát az összeszavazó 25 százalékának kell plusz egy, hogy belépjünk. Gyerekek, ez nem ér meg ennyit. Mondjál 81-et vagy 79-et. Ennyi, mert ki 80 hát a 40. Én ugyanannyit mondtam. Mondjál egyel többet vagy kevesebbet. 79. 79. Kokó? Az enyém változatlan, bár nem tudom, hogy mi volt. 48 volt, tehát nem engedsz belőle. Nem engedek a 48-ból. Laci van hátra. Ja, én nem tudok két különböző számot megegyezni. 70-70. Mikó Anna nevű kedves nézőnk Havas Henriktől mindössze annyit szeretne megtudni, hogy ha saját bevallása szerint képtelen az utcaneveket megegyezni, akkor hogyan lehetett taxis? Én azt mondja, hogy a Henrik nevében hát nem a taxisnak kell megjegyezni az utcanevet, hanem annak, aki oda akar menni. Hát, egyébként mindenhol eltalálok, tehát... Nagy dolog. Tényleg eltalálok. Előbb ma egyébként utol. Fölhívtak, valami listára akartak felvenni, és mondja a hölgy, hogy hol lakom. Melyik lista? Alkoholista. És bediktáltam a címemet, és azt mondja, és az irányító szám. Hát mondom, azt nem tudom. Azt mondja, néztem magát szombaton, nem csodálkozom. Egyébként Havas úrnak a szokottnál is nagyobb mennyiségű üzenete érkezett. Dormán Katinka sok egyéb mellett azt írja például, hogy Havas Henrik a kedvence, mert ő viszi a legtöbb szint a műsorba tudásával, humorával, kedvességével, és most figyeljenek, szerénységével. Ő biztos ezt az IQ műsort nézte, mert ott
Egyébként mentem most a Lipótmezőre az elmegyógyintézetbe. Egyébként, amikor az ember megy a Lipótmezőre, tényleg szerény. Az tényleg. És mondom a Krisztiánnak, aki az autót vezet, a Krisztián, ma szombati napról beszéltünk, amikor én állati kínos volt ez az IQS-e. Mondom, Krisztián, milyen érdekes, mondom, hogy hány ezerszer jártam már ezen az úton, ami megy. És mondom, mindig csak annyit tudtam, hogy ami megy Hűvös vagy felé. Mondom, most megnézem, milyennek az útnak a neve. Megnéztem, jövünk visszafelé, azt mondja Krisztián, na tanár úr, emlékszik még, hogy hogy hívják? És az a vicc, hogy most se jut eszembe. Hűvös völgyi. Hűvös völgyi. Hűvös völgyi, ez a neve. Ez a neve. Tényleg? Igen. Nem valami szent, valami. Heri, ami Hűvös völgyre megy, az milyen út lehet? De ahol a villamos is megy. Az Hűvös völgyi út? Az igaz. Régen úgy hívták Vörös Hadsereg útja, most visszakeresztelték Hűvösföldjére. Képzeld, az az út, ami, lesz az az út, most olyat mondok neked, de lájúz. Az az út, ami például megy Szentendrére, az meg a Szentendrére. Elájúz. Szinte hihetetlen. Henrik, én nem kérdezem meg pontosan, hogy mennyi volt az IQ-d. Egyetlen egy kérdéssel menne, hogy sajtszal mondd meg, hogy hány jegyű szám. Na. Menjünk rögtön akkor. Igen, talán. Menjünk tovább. Például csak most épp nem tudom. Ja, ki a igen, egy a neve elhallgatását kérő Havas Henrik tanítvány például arról tájékoztatott bennünket, hogy a tanár úrnak fogalma sincs, hogy mi a különbség a somlói galuska és az arany galuska között. De mi ezt nem hiszük, úgyhogy most... Én... Lehet eső, lehet hó. A helyzet az, hogy a tanár úr lehet, hogy nem tudja, mi a különbség, de azt tudja, hogy ki ez a tanítvány. A helyzet az, hogy nem szeretem az édességet, egyedül a puncstortát eszem meg gyermekkorom óta. Mi ezt nem tortának hívjuk. És azt felismerem a színéről. Tehát színtévesztő nem vagy. Azért... Verebes Pista az előző, bocsánat, az előző adásban ugye felvetette azt a kérdést, hogy vajon miért verekednek össze magyarok a magyarokkal egy válogatott mérkőzésen. Erre egy hosszabb és egy rövidebb reakciót szeretnék közreadni. Az első... Ami egyébként a Tivadar szerint jó hangulatú mérkőzés volt, csak ezen volt el az újság, hogy összeverték. De jó hangulatú volt. Bocs, hogy az újság... Jó hangulat. Te, az engem nem zavar, hogy... De kint voltál? Te. De kint voltál? Ide figyelj, kint Henrik. Voltál? Kint voltam? Voltál a kúró? Megszívta magát a öltedik. Kérlek szépen, kint voltam, és rendkívül sok ember volt, gyönyörű magyar zászlók lobogtak, és attól, hogy mit írnak az újságok, attól én még jól érezhetem magam. És te vak voltál? Tehát nem láttad azt a néhány száz kis kokót, aki ott ölte egymást? Beszélj. Meglettem szólítva. Hihetetlen. Hogy látott volna, hát mögöttem verekedett. Na, a hosszabb levél. Feltétlenül fontosnak tartottam, hogy a 10 és 11 éves fiaimnak megmutassam azt az érzést, amikor egy meccsen telt ház van, jó hangulat, szurkolás és óriási játék. Most, hogy a válogatott játszott, azt gondoltam, itt mindenki azért jön, hogy szurkoljon a csapatnak, és semmi baj sem lehet. Autóval mentünk, és a Kerepesi úton parkoltunk. A stadionban kicsit nehezen találtuk meg a helyünket, de végül ezt a feladatot sikerrel oldottuk meg. Kifutottak a csapatok, hangzavar, szurkolás, himnuszok. Nagyon furcsának tartottam, de a himnusz többen mereven előre kissé felfelé tartott jobb kézzel énekelték végig. Aztán a himnuszok után a szektor jobb oldalán lemasírozott fentről körülbelül 35-40 emberke. Mikor leértek az alsó sorokba, egy rohammal balra fordultak, és nekiestek az eddig alant békésnek tűnő karlengető kopaszoknak. Az alsó sorokban a nem érintettek mindenen átugrálva menekültek felfelé. Ekkor be kellett vallanom, életemben először komolyan féltem. A fiaim életét féltettem, mert tudtam, nem vagyok képes megvédeni őket a rohanó tömegben. Aztán megjött a készenléti rendőrség, és az eddigi szájhősök szétszaladtak, mint a nyulak. A meccs első 20 percéből semmit sem láttunk. A meccs végén az autónkhoz érve vettük észre, hogy a jobboldali ajtózárat kitépték, és a két nappal korábban vett CD-t egyszerűen összetörték. Összegezve tehát foci meccs három főre, belépők 7500 forint, trombita 1000 forint, ajtózárkészlet 75000 forint, CD-s magnó 79000 forint, benzin oda-vissza 1500 forint. Végül is 164000 forintból megúsztuk élve. Javaslom egyébként a levélírónak, hogy ezentúl hívja fel a Tivadart, és ő elmeséli neki, hogy milyen kurva jó volt ez a meccs, főleg a hangulata. Megtámadtatás címén szót kérek, én nagyon sok futballmeccsre járok ki, és nagyon szomorú, hogy van néhány hülye.
Csak néhány hülye nem biztos, hogy elrontja mindenkinek a szórakozását. Elrontja. Elmondok egy másik példát. A levesben, ha beleköpnek, akkor az egy ezrelék az a köpedék. De a levest én kurvára nem eszem meg. Akkor mondok egy másik példát. Ma volt egy szavazás. Szerintem rendkívül sok ember örül annak ellenére, hogy néhány hülye megpróbálta elrontani. Ma az előbbi részletes levél vége. Üdvözlettel, dr. Zátrok Zsolt. Utóirat. 6 hónappal ezelőtt szerencsém volt megnézni a Freiburg Borussia Dortmund meccset a dortmundi szektorban ülve. Elképesztő hangulat, szurkolás és folyt a sör a mögöttünk lévő kulturált büfében. Igazi fiesta volt, ahol a nagymamák is magukkal hozták unokáikat. Én szeretnék abba az Európába tartozni. És végezetül egy igen tömör vélemény még mindig ugyanebben a témakörben Jónás Gergő nézőnktől. Tisztelt heti hetes, hogy miért verik egymást a szurkolók? Mert hülye f***ok. Bajor Imre! Hát azért álljunk le, ezt hallották? Miért verik egymást a szurkolók, mert hülye f***ok, Bajor Imre! Ne haragudj! Gábor János! Kern András! Kovács István! Havas Henrik! Farkasházi Tivadar. Sokszor mutattak már be, de azért nem megy ki belőlem, azért komolyan mondom. És még valami, április 11-én van Juti születésnapja, ezért egyrészt ő természetesen lélekben mindenképpen itt van, másrészt boldog születésnapot kívánunk neki. Az mikor esik 11-én? Tegnapra. Holnapra. Mára. Akkor most minden. Csak mert akkor én tegnap játszani voltam, fogok vele. De jó, hogy megtudtam, jó. Kié a legszínesebb szürke állomány? Erre volt kíváncsi az RTL Klub több mint 2 millió nézőt megmozgató IQ az ország tesztje című műsora. A győztes nem egy pedagógus és nem is egy diák lett, hanem egy rendőr. Juhász Károly. A 37 éves hadnagy a 70 kérdésből 68 jó választ adott, amivel maga mögé utasította a stúdióban versenyzőket. A sztár vendégek közül Pécsi Ildikó és Michelle Wide pornószínésznő érte el a legjobb eredményt. Havas Henrik eredménye nem került nyilvánosságra. Két de a Majkájé, igen, az... Két megjegyzésem van, az egyik, hogy tündri volt. Hétfőn egy étteremben ebédeltem, oda jött egy hölgy, és azt mondtam, megpuszilhatom. Azt mondja, olyan édesen szenvedett. A másik, hogy voltak ilyen próbakérdések. És akkor ez még az adás előtt, de nem, ez az adásban volt. És a rendőröket megkérdeztek a próbakérdés után, na melyik a helyes válasz, és mondták, hogy a. És akkor én így viccesen mondtam, és mondom a Salgó főkapitány betelefonál, hogy C. Mármint, hogy ebben az a humor, hogy és ha a parancsba kapják, mi, hogy nem. Mi ismerjük, mi ebből élünk. Viszont a Salgó főkapitány másnap felhívott, és ennyi szó elküldött a francba, 40-en fölhívták, mondva, hogy te ilyen hülye vagy, hogy betelefonál, hogy C. De mondom, remélem, te értetted a viccet. Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hát én igen. De tényleg... Egy dolgot akarok kérdezni, hogy ha Henrik képviselt minket, akkor ugye, ha színészkedni kell valahol, akkor én megyek el, nem? Hát körülbelül. Az természetes, te nem is kérdés. De te miért mész ilyen helyekre? Hát mi se járunk ilyen atomfizikai megmérettetésekre. Hát... De mi tudjuk magunkról. Hogy? Mert nem szégyen a tudás, ha egyébként... van. Azt neked mondom, Ted, hogy milyen érdekes az élet, ugye, hogy hosszú-hosszú évtizedeken keresztül azon volt itt a viccelődés többek között, hogy a rendelje, és milyen érdekes, elvettek tőlünk a rádiókabaréból egy hangot, igaz?
Mert ez csak oda volt írva, bementünk, akár melyik kollégára gondolok, magam is így voltam, rendőr. Jó napot kívánok, ugye most bemegyünk, ezt ma már így nem lehet előadni. Hála a jó. De most tudod, mi lesz a kabaréban, bemész. Rendőr, hát ez Havas Henri. Az utóbbi két évben 30%-kal csökkentek az eladások a zenei CD-k és kazetták piacán. A kiadók és a kereskedők idei előrejelzéseikből úgy tűnik, hogy sikerre csak a mulatós, nagymulatós, vigadós, csúlyogatós, sírva vigadós, bulizós, szuperbulizós, dálidózós és törpölős kiadványok számíthatnak. Én nem értem ezt a hit, mert nem tudok különbséget tenni ilyen magas műfajok között, de itt van velem szemben három kiváló előadó művész, akiknek rengeteg CD-je, lemeze, nagy lemeze jelent meg. Nem tudnátok ezt nekem összehozni, hogy például mi az, hogy mulatós? Akkor milyen a nagy mulatós? Az... Vigadós. A vigadóban, jaj, de szépen élünk. De nagy. Vigadós. Sírva vigadós. Az lehet olyan rettős. Vajon, bulizós. Az legyél te. Mert egy híres bulis vagyok, nem tudom az milyen. Nem. Bulizós milyen? Tagad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 ag
Dávid Orzós. Azt nem tudom. Ez az a Dávid Orzós, amikor elfelejtették elhozni a CD-t. Hát ez... Törpölős. Jani. És végül a csúlyogatós. Hú! Várjál! Kérem, Jézus Krisztus, adja meg a pártkongresszus! Beleült a barkasba, piroska a farkasba! Hey! Megint bekaptam a legyet, jövőre már gyesre megyek! Húzzuk ki a parafát, hát ha eljön Arafát! Az is! Most reklám következik, és utána jövünk vissza! Ez a heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Leves. Heti hetes. Szépen. Izrael a háborús helyzet miatt nem szerepelhet odahaza, ezért hazánkban szeretné lejátszani a máltaiak és a szlovénok elleni EB selejtezőjét. Az utóbbit június 7-én, amikor mi a letteket fogadjuk. Az MLS kérése csupán annyi, hogy az izraeli-szlovén meccs a miénk előtt vagy után legyen egy nappal. Na most ez attól függ, hogy melyik napon érnek rá jobban az antiszemiták. Hát vagy az izraeliek, mert szombaton van a meccs, akkor semmi esélyük. Életem legszebb kettős meccsén voltam tegnap, ha minden igaz. Mert ugye az izraeliek is kettős meccset... Meccs volt, vagy milyen? Kélek szépen, most elhibáztál, mert Fradi MTK volt tegnap 6 órakor az Üllői úton. Ki mondjuk, hogy nyertünk, vagy még nem mondjuk ki? Nem tudom, mi ugye emlékszem. Nyertek? Kik az, hogy mit nyertek? Hát ők a fradisták. Ja, én nem tudom. De hova kerültem én? De nem tudod, hogy ők fradisták? Hát azért nem kötelező még tananyag egyébként. 6 órakor Fradi MTK. És vele szemben van egy szálloda, és ott sakkozik a Léko a polgár, és állítólag, ha minden igaz, akkor tegnap a Kolstony helyett én húztam E4-et, vagy D4-et. Mert? Én nyitottam. Mit?
megmondom, az volt, megcsinálta a kezdőrugást itt, átrohant, lépett egyet, akkor magasugrott, jégkorongozott, mimivel vette cipőt, és kész. Egymással szembe van. Te egyszer... mit nyitottál? A sakkmeccset. Azt is te nyitottál? Persze. Igen. Na már majd a pince ajtó. Léko nem úgy akar nyitni, vagy... Kolcsnoly helyett. Kolcsnoly nem úgy akar nyitni. Majd megoldja utána, hát még van legalább 20-30 lépés. Viktor Kolcsnoly. Igen. Életem legszebb pillanata. Így jössz... Mi? Nem akarsz korcsolyázni? Akkor egyszerre lehet, hogy kolcsolj a nagykövetel. Képzeld el ott a... Elképzelhető, hogy a Teddy ugrik egy dupla Rittberger? Azért... Azt a leszúrtat, igen, azt, de... És tudod, hogy kell dukkolni sakversenyen? Bekjabálsz. Gondolkozz! De nagy dolog. Nagyon nagy dolog. De Teddy, miért? Minket miért ne írnak meg az Imivel, hogy mi lépjünk így? Hát ráérünk, mi? Mi dolgozunk, mint egy állat. Hát, ez meg éjjel-nappal arra sétál, mindig, ahol van valami, hát nem lehet. Mondhatok még egy foci hírt? Mindenki. Ez nagyon tetszett nekem. Használd, hogy nincs itt a verebes. Mondjál! Csak azért, hogy hiteles legyen, muszáj olvasom. Szardiniában a Bittere Oliena mérkőzés 30. percében hazament a partjelző. Tudjátok? Jézus Mária, te atya úr is! Tudjátok miért? És mi lett? Megsértődött, hogy a bíró állandóan felülbírálta. Fogta magát és hazament. Igazán mennyi lett? Abban maradt a meccs? Nem. Vagy beállt egy pótpartjelző? Egy partjelzővel is lehet vezetni a meccset. Hát, amikor... Nem mondd, hogy voltál... De egy barátom vizsgázott. Te futballbíró vizsgázott. Abszolút, igen. Csak akkor én nagyon nagy hajam volt, és az első meccsen már problémák adódtak. Szöszi, mert... szaladj ide! Azt mondta, odáig jó volt, betűrtem, egyszerűen nagyon kellett utána menni valaminek, mert az nagyon gyors volt a szélső. Én meg ugye már akkor se, és rohantam, hogy lássam, hogy lese vagy nem lese, mert ott nem volt partjelző, csak egy bíró, mert ez ilyen blast meccs, és nem volt, és egy ifjúsági, nem emlékszem, mindegy. És akkor hirtelen rohantam, és kijött innen a hajam, ilyen lófarokban volt kötve, és innentől kezdve az összes szülő azt mondta, Juliska, na ne már! Vége volt. Egyelőre úgy tűnik, hogy az MDF 2006-ban önállóan, vagy lehetséges szövetségeseivel kiegészülve indul a választásokon. Herényi Károly úgy vélekedett, hogy 2006-ra lesznek, akik kiábrándulnak az MSZP-ből, de mégsem kívánnak majd a Fideszre szavazni. 2006-ra? Te mostanában beszélgettem emberekkel, akik nem várnak 2006-ig ezzel a kiábrándulással. Jó, csak mondtam, elnézést! Ez a zsigeri gyűlöletnek, amit a baloldali sajtódömping, a Heti Hetes sok egyéb mellett tápláltak az agyakba. Most ez... szarba vagy, Kokó. Szarba vagy. Nem, hát meg kéne korán védeni. Szóltam bele. Nem. A Herényi urat, mert ő azt is nyilatkozta szimpatikus mondatai mellett, hogy a jobboldali szavazótábor nagyobb hányadát sikerül elérni, ha a Fidesz és az MDF külön-külön indul a választásokon. Hát ha így indultak volna, már a parlament közelében nem lennének a Herényiék, meg az MDF. Csak az az érzésem vele mindig, hogy a MDF olyan, mint az egér, meg az elefánt, amikor mennek át a hídon, és akkor az egér odaszól az elefántnak, hogy hallott, hogy dibörgünk! Nem hiszem, hogy a Herényi ezt mondta, ez a 16. kerületi fórumban jelent meg, azért nem egy világlap, és a Herényi ennél sokkal higgadtabban szokott nyilatkozni. Én is azt gondolom, amit te. Na, egyet azért szögezzünk le, hogy mi soha nem gyűlöltünk még senkit. Az igaz, mert rankva az ember gyűlöl valakit. Mi se, ezt azért megjegyzem, hogy akkor mi se. Hát mi se szoktunk gyűlölteni. Én járok misére, mint jó katolikus. Már mise borra jársz leginkább, az tegyük hozzá. HB mondott egy jobbat, egy finomabbat. Ki tudjátok mondta? Ki HB? Nem tudjuk. Hát ugyanabból a pártból. Hóman Bálint, vagy nem? Horváth Balázs. Horváth Balázs? Igen. Itt mondod? Azt mondta, helye a... De már így tudatalan. Nem volt ez jó, mert nem inoktál hozzá. Még egy. Van itt egy ablak? Tehát az MDF politikáról azt mondta, hogy ez csupán egy olyan ötlet, amelyet a szélcsendben szeletkereső vitorlással lehet jellemezni.
Akkor megfújta a szél az abban. De Teddy, miért nem tudsz egyszer, tényleg egy adásban, egy mondatot úgy elmondani, hogy ne kelljen megmagyaráznod? Hát ezt nem kell meg, ez magáért beszél ez a mondat. Ez olyan költői, nem? Igen. De ezt hogy érted, Koko, hogy mi se? Akkor... Nem, hát hogy én úgy érzem, hogy a másik oldal sem gyűlölködik. Ebben akkor, nincs poén. De... valaki nagyon gyűlölködik. Szerintem mindig az a problematikája a dolgnak, bár ti biztos, hogy mind a két oldalt is olvassátok, és lehet, hogy én is mind a két oldalt olvasom, de mindenki megtalálja a saját maga igazát az újságokban, és ti a másik oldal igazát látjátok úgy, vannak emberek, akik meg a másik oldal. De hát ez az oldal soha nem jött össze a Kossuth téren, meg szóval ez hogy van ez? Melyik meg föl... Hát összejöttek. Ez a másik. Ez a másik oldal. Hát összejöttek a Zserbóba, csak kevesebben voltak. Koko, tudod, hogy miért nem stílom, amit mondasz? Hogy én felidukkel vagyok, de nehogy már azt hitt, hogy én szeretek minden felidukkelt. Tehát nehogy azt gondolt, hogy azt jelenti, hogy egy oldal, hogy én oda megyek egy ilyen skinheadhez, aki agyon akar, szevasz, én is a felinak dukkolok. Hát miért gondolod, hogy egységes egy oldal? Tehát, hogy... ezt most miért mondod nekem, hogy én ezt így gondolom? Hát mert azt mondtad, egyik oldal, másik oldal. Hát itt nem egy oldal van. Ez az oldal nem gyűlölködik. Ki mondta, hogy ez az oldal? Mi heten? Ja jó, mi... Mi heten sem gyűlölködik. Akkor én egyedül, én sem. Hát mi meg... téged beleértettük ebbe a hétembe. Ó, köszönöm. Én meg hát ma este, de hát ez... Egyébként az Orbán Viktornak volt egy nagyon érdekes mondata, ugye most átszervezik a Fidesz, még nem lehet tudni, hogy milyen neve lesz, és azt mondta, ezzel kapcsolatban megkérdezték, hogy azt mondja, még egy napig várok, és aztán döntünk. Hát ez ott valami ragozás, nem beszélt a Henrikkel, ott egyeztetési gondok voltak, már nyelvtanilag. Jó, nem? Tehát, hogy ez ki kicsoda, ki kivel, hányan, hol, csak ilyen furcsa volt. Lehet, hogy ez egy ilyen freudi elszólás volt. De nehogy ezt is rajtam kér számon. Lesz majd egy hír, de kicsit elé megyek, már ide vág. Hogy Schmidt Pál lehet, hogy ennek az új néppártnak lesz az alelnöke. Ha van két ember, akit nagyon kedvelek és tisztelek, sőt Schmidt Pállal személyesen jóba vagyunk, ő és mondjuk Martonyi János. Azt hiszem, hogy két tiszteletre mértő ember, közmegbecsülésnek örvendenek. Csak az én problémám ezzel az egész ügyel, hogy itt két eset lehetséges. Az egyik, hogy ez az új néppárt olyan arculatot vesz fel, mint például a rendkívül szimpatikus és kiváló Martonyi János és Schmidt Pál, és lehet, hogy ők ebben a reményben lépnek be a pártba, de az is lehet, hogy tévednek, és ők alakulnak hát egy másik módon, tehát egy másfajta arculatot vesznek fel, az pedig maga volna a tragédia. Figyelj, Henrik, egy dolgot hagyd mondjak neked. Nekem tök mindegy, hogy ez hogy lesz. Egy biztos. Én a Schmidt Pált jelen pillanatban, e percig, amíg semmi mást nem tett, se ellenem, se más ellen, borzasztóan tisztelem és szeretem, és a Martonyi Jánost ugyanúgy borzasztóan tisztelem és szeretem, mint amit te mondat. De nekem nincsenek ilyen skrupulusaim. Nem fog... két eset van. De nincs két eset. Szerintem ez a két ember... van olyan két ember, hogy ne változzon az én véleményem. Több orosz diplomatát, így a nagykövetet is eltalálták, amikor felsőbb utasításra elhagyták Bagdadot, annak ellenére, hogy a szövetségeseket előre tájékoztatták az útvonalról. Egyikükből két amerikai golyót szedtek ki Jordániában. Moszkva panaszt tett, és vizsgálat indult, hogy kik lőhettek a diplomatákra. Egyes hírek szerint egy bunkerbombával eltalálták a tanácskozó Saddamot és két fiát. Kihallgatták a lövöldöző amerikai repülőpilótáit, és azt mondták, hogy ők tévedtek, mert azt hitték, hogy a kocsiban angolok vannak. Én eddig azt hittem, hogy az a baráti tűz, hogyha tüzet adok az imének, nem? De nem tudtam, hogy az, hogyha rálövök. Én el is viszem Aténig neked, ugye, hogy... De ismerj erről a kikit lőtt le, erről az jut eszembe, hogy a, még az Átkosban, amikor még akkor járt egy ilyen vicc, hogy vizsgáztatják a katonát, és azt mondja neki az őrmester, azt mondja, na, irallgasson maga, hülye, itt van két kép, ott van egy amerikai katona, orosz katona, na, majd melyiket lőni le? Azt mondja, nem tudom, orosz, nem? Orosz, maga barom állat. Menjen ki, gondolkozzon, két percig. Visszajön. Na, gondolkodott? Ja. Melyiket lőnél le? Nem tudom.
Az őrmester, elvtárs, melyiket lőnél le? Azt mondja, melyiket, maga hülye, melyiket? Amerikai. Na látja, nekem megint csak az orosz. Napok óta nem látom azt, azt hiszem Szahadnak hívják, ugye, az információs minisztert, aki még mindig biztos a győzelemben. Nem az én barátom. Szahad, igen. De mindig biztos a győzelemben, de most hol van? Nem tudom. Állítólag egyébként nem halt meg a Szaddam meg a két fia, hanem Tikritben vannak, az a szülővárosa. Odáig repítette őket a bunkerben? Nem tudja. Ez jó, akkor több darabban érkeztek. Most a legfrissebb... Megvannak, most rakják őket össze. Legfrissebb hír az, hogy az egyik Szaddám szobrot nem tudták ledönteni, órákig próbálkoztak vele, csak az ágyékán tudtak egy lyukat ütni. De ez fantasztikus volt, láttátok, amikor az tisztelén gyerek volt. Dől a fa. A Sztálint ugyanígy kapták le nálunk. És kijött belőle két ilyen cső onnan a lábaiból, vagy nem tudom onnan. Igen. Az volt a legjobb, hogy rájöttek, hogy... Én ezt láttam, hogy olyan cső... Csövesnek. Ez volt a szoborban a legfantasztikusabb, hogy most rájöttek az irakiak, hogy belül üres. Egyébként a fantasztikus az volt, amit Imi mondott. Tehát az volt egészen elképesztő jelenet, és ez egy abszolút 56-ra emlékeztetett, amikor a Szaddám ledöntött szobrának a fejét húzták maguk után. Igen. És ugyanaz Sztálin. Volt Sztálinnal is, és egy népöröm, és fantasztikus eufória volt. Verték ezt a vas szobrot. Igen, igen. És húzták kötéllel a fejét, és ugráltak rajta, és arra gondoltam, hogyha 56-ban esetleg talán nem magyar terrorautókkal húzzák, és vannak más típusú harcjárművek is. Én büszke vagyok, hogy 81-ben volt egy Megengedett Sebesség című műsorunk a Pistával, és abban mutatták meg először a Sztálin öklét, a Pécsi Sándor kertjébe fedeztük fel, ő vette meg valahogy. Vette meg, hát húzta el hazulról, vagy onnan. Hát arra volt az a vicc, hogy hova viszi azt a kezet, azt a nagy a család. Tehát. A Forma 1-es interlagoszi futamán a kocsik fele összetört. Ha az új szabályokat szigorúan betartották volna, azaz nem válthattak volna át esőgumira, akik nem számítottak esőre, akkor valószínűleg senki sem ért volna a célba. Egy másik szigorításon is enyhítettek. Az eredeti elképzelés szerint semmilyen módon nem lehetett volna a boxból kommunikálni a pilótákkal, de azután megenyhültek, de csak azzal a feltétellel, hogy bárki hallhassa a beszélgetéseket. Az történt, kérlek szépen, hogy az összes kocsi egy helyen tört ripityára, úgy hívják azt a helyet, hogy kurva elszól a napkanyar. Majd kifütyülik. Még spanyolul, nem lehet mondani azt, hogy kanyar. És az volt az érdekes, hogy a... Illetve spanyolul mondtam, hol volt a verseny? Brazíliában. És az a legcikibb az egész, mert Brazíliában portugálul beszélnek. Igen. El akartam neked mondani, hogy a 15 éves kapitányban van egy, illetve a Grand Kapitány gyermekeiben van egy Paganel nevű földrajztudós, aki mikor áthajóznak az óceánon, megtanul közben spanyolul, és mikor kikötnek, akkor derül ki, hogy portugálul tanult meg. Tehát pontosan tudom a két nyelvet. Én meg lehet, hogy tökön jövöm magam. Meg. Én már körülbelül fél azt óra a kanyart akarja elmondani a Teddy, az, ahol úgy állt a víz. Igen, de a kurva gyerekek portugálul is és spanyolul is kanyart jelent, de nem az a lényeg, hanem az, hogy a Fisichella, aki második volt, annak a box utcában kigyulladt a kocsija, az Alonso a spanyol, az igazi spanyol, az pedig a kórházban tudta meg, hogy ő a harmadik. És mit mondott a Héder Barna a végén a közvetítésnek? Azt mondja, nagyon jó két óra volt. Na most elmondom neked, Teddy, hogy ebből az egész történetből, amiről hát gyakorlatilag mi évekig fogunk beszélgetni, ha csak úgy nem. Egyetlen dolgot tudok, hogy a Box utca nevű vendéglátóipari egység az a Kokóé. Oda én szoktam járni. Nagyon jól érzem magam. Kokó, lenne egy konkrét kérdésem, hogy most a versenyek ugye a Box utcában dőlnek el, hogy a Bajor hányszor szokott tankolni? Egyetlen egyszer dőlt el, azt én látom. De hányszor tankol? Hát most nagyon vigyázz, hát mit mondasz, mert... Na, én átadom az szót. Utoljára egy mexikói esten voltam. És ott hogy beszélnek? Mondtam az asszonynak. Ott a végén már nem beszél. Gyere, csillában mondom, csak egy... Egy kávé. Mennyi, mondom, egy 4-5 perc, mondom, hát tényleg ennyi. Mondta a Kokó, mert éppen ott volt, mexikói est volt. Hát, és összejöttünk ilyen általad egyébként eddig teljesen ismeretlen emberek, Listes Krisztián. Lipcsei Péter. Most kicsit a velebes kitomboljuk magunkat.
kitomboljuk. Én főhívom majd, hogy nézze az adást. Mert... mexikói est volt, és fél hatkor valamikor Rákos Palotán nagyon érdekesen beadták ellenem a vállópert. Úgyhogy egy ilyen nagyon egyszerű. Boxusszal tudom ajánlani. Ott Henriket is fogják látni, mert őt mindenütt lehet látni. Kettős tagság is elképzelhető a hamarosan újjáalakuló Fideszben, ha az illető az MDF-nek vagy a Kisgazdapártnak a tagja. Amennyiben MSZP-s vagy SZDSZ-es, akkor előbb ki kell lépnie a pártból. Szájer József alelnök úgy kommentálta a hírt, hogy a kettős tagság intézménye egyetlen párt ellen sem irányul. Ez álmodik a nyomor. Azt mondja, kilépek, belépek. De milyen kisgazdáról beszélnek? Hát úgy, hol van egyszerre lehet focizni mondjuk az Újpestben és a Fradiban. Ott adja mindenki a pártját, hogy belépjen. És megbékélnek, és mind a ketten egyszerre agyonverik az MTK-sokat. De hát van 100 kisgazdapárt, melyikről van hát szó? Ezt nem tudom, hogy melyikről álcsingozik a szájáról. De lesz nőtagozat, amiben férfiak is beléphetek, nem gondolkodsz? Ha most mondott, hogy férfiak. Jani! Én elolvastam egy cikket, az a cím, hogy taktobozott tartott a polgári oldal. Áder János, a Fidesz ügyvezető alelnöke, frakcióvezető a következőt mondta. A választási vereség után most az árok temető időszakot éljük, vagy élik. Mert hogy idézték Ádert. Majd így folytatta. Hangsúlyozta. Nem akar a szocialistákról szólni idézőjel, tehát feltételezem, hogy az újságíró pontosan idézett. Róluk, tehát a szocialistákról, róluk, akik köztársasági vesző, nemzeti szocialistaként definiáló, naftalin szagú nomenklatúra tagjai. Világos, köztársasági, nemzeti szocialistaként definiáló, naftalin szagú nomenklatúra tagjai. Hát ha ettől nem közelednek a két tábor, így az árok két oldal, akkor semmi több. Az is lehet, hogy viccelt, mert neki nagyon jó humora de hát ez van. De ettől függetlenül valamilyen szinten ez egy nyitás, nem? Hogy most már jöhet ide bárki. Aki arra jár, lépjen be. Igen. De ez nem az? Kokó, te nem sugsz a Viktornak? Mert volt egy nagyon érdekes mondat. Azt mondta, hogy a kudarcnak, nem, a sikernek sok apja van, a kudarc meg mindig árva. Ezzel egyet értesz? Igen. Végül is ezzel egyet lehet érteni. Abszolút. Hát nem is beszélt senki a kudarcon, mert nem volt gazdája annak a kudarcnak. Például a mai napig. Nem, amikor kiütöttek téged, akkor sokan voltatok? Valóban a kudarcnak nincs tömeges társaság, akikkel ezt úgy föl lehet dolgozni. Az embernek saját magának kell feldolgozni a kudarc, és nem is vágyik ilyenkor arra az ember, hogy most mindenki ugyanúgy ezrével jöjjön, és akkor vigasztalja. Mert a vigasztalás ilyenkor a legrosszabb, hogy nem baj, nem baj, nem baj, nem történt semmi, dehogy nem történt, de kudarc van, de ezt az embernek saját magának kell feldolgozni. Ott valami történt, amit én életemben nem láttam, de nem csak a boxban, hanem sehol. A bajod nálam sokkal többet néz boxmeccset, tehát tanúcs is, hogyha te láttál ilyet. Nálam többet nem lehet nézni, mert ami Magyarországon nézhető... Akkor azt mondd meg, hogy láttad-e valaha, hogy kiütik az egyiket, aki amint magához tér, megfogja a mikrofont, megköszöni mindenkinek, hogy dukkolt neki, nagyon sajnálja a történteket, és így szétállja a kezét, hogy most csak ennyi sikerült, mert ilyet én még életemben nem láttam. Egyébként, ha már... Mondjuk a Klitschko nem csinálta ezt. Ha már na jó, hát nem volt abban az állapotban, de... Klitschko másnap adott ki ugyanilyen sajtókommunikét. Az más. De egyébként, hogyha már erről beszélünk, az tényleg egészen hihetetlen volt. És valóban nem tudtuk, mit csinálni. Ebben persze semmi, hát meg nem is lehet ezzel vicce, de hogy... elképesztő, hogy mit tud, szóval végül is a sport a világ legnagyobb dolga, és ott az ember tényleg... Abban különbözik a politikától, hogy másnap a Kokó nem ment végig a nagykörúton, fölemelt kézzel, hogy győztem. Még egy... Ha bekerült adásba, ha nem, talán a jelenkor vagy a jövő sportolóinak egy tanulság ezzel a mérkőzéssel, meg úgy egyáltalán egy sportpályafutással kapcsolatban, hogy a fiam kim volt ezen a mérkőzésen, és borzalmas tragédiaként élte meg ott a helyszínen. Másnap volt egy óvodai ballagás, ahova elmentem, és mondott egy verset, ami arról szólt, hogy büszke leszek, vagy büszke vagyok rád, apám. Hát ott meg én bőgtem, mint a hülye gyerek, és harmadnapra jutottam el olyan idegi állapotba, meg olyan lelki felkészültségre, hogy leüljek velük erről beszélni.
leültem a két fiammal, akkor még csak 3 éves volt a kisebbik, és 7 éves volt a nagyobbik, beültünk a fürdőkádba, és ott ültünk, és ott elkezdtem nekik magyarázni azt, hogy mi az, hogy sport. Hogy bizony előfordul, hogy az ember vereséget szenved, nagyon sokszor, főleg ha sokat megtesz ennek érdekében, nagyon sokszor előfordul, hogy győzelmeket arat, de a sport az erről szól, nem lehet mindig bajnok az ember, néha lent is kell lenni, néha fent is kell lenni, és megértettem velük, egész másképp nézik most már a sportot. Ma Magyarországon mi még csak, és most elnézést kérek a nézőktől, de csak a győztest tudjuk elfogadni, nem tudjuk elfogadni, hogy van bizony vesztes is. Tudsz még egy embert? Tudsz még egy embert a világon, aki Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok és profi világbajnok? Nem. Hát akkor mi mit mondhatunk rád? Halálosan büszkék vagyunk. Hát miről beszélsz? Hát miről Még. Nagyon szépen kérem, hívják meg Egerszegi Krisztinát legközelebb ide mellém. Én is ilyen szépeket mondom. Nem volt profi világbajnok. De Egerszegi itt bánom, Krisztina... csokoljon meg, hát érdekel meg. A legfelsőbb bíróság jogerős döntése alapján felmentették Tocsik Mártát a csalás vádja alól, és 640 millióját is visszakapja. Magánokirat hamisítás miatt viszont 400 ezer forintos büntetést kell fizetnie. Miből? Majd összedobják. Egyébként nem kapja vissza, még van egy polgári per, tehát valószínűleg, vagy nagy valószínűséggel, mivel szóval a legfelsőbb bíróság előző döntés, amikor visszautalta a első fokra, akkor éppen azt mondta, hogy a jogalap hiányzik, tehát a szerződés megtámadható, sőt semmisnek nyilvánítható, mert erkölcsileg kifogásolható. A jó erkölcsöt sérti, tehát... De mi az, hogy Henrik, például azt mondom neked, hogy én ide leírom, hogy 6 meg 10, az 16. Azt mondod, hogy adsz nekem ezért 800 millió forintot. És akkor azt mondom, ne adjál, Henrik, ez 200 ezeret adjál, többet nem ér. Vagy ez a jó... Szóval ezt nem értem most, nem viccelek, komolyan nem értem. Figyelj, a szerződéseket általában tiszteletben kell tartani, tehát mert ha ez nem így van, akkor tönkre menne a gazdaság. Nem, hanem itt arról van szó, hogy a szerződéseket bizonyos esetekben meg lehet támadni. Tehát például jó erkölcsbe ütközik, például, hogyha, nem tudom, eladod a feleségedet. Tehát mondjuk. Miért? Jó, csak kérdezem. Vágjátok ki, mert... De várjál, hát... Hát most, hogy mennyi, aztán, hogy aztán a szolgáltatások aránytalansága. Tehát például, mit tudom, egy cipőtalpalásért elkér valaki 60 ezer forintot. De találsz egy olyan hülyét, aki ad érte. Hát gondolok, mondjuk egy idős bácsi, aki mondjuk szellemileg nincs a toppon. És akkor például, volt ilyen például, nekem volt egy rokonom, nem is túl távoli, alkoholista volt, a kocsmában 300 ezer forintért adta el a lakását. És rendes szerződéssel. Kihasználták, hogy alkoholista volt. Vannak étterem, akkor egy pohár üdítőt adnak-e 400 ezer forintért. Akkor a tanár úr most azt akarja mondani, hogy akik a szerződést kötötték vele, azok nem voltak normálisak? Tehát a Tocsik már nem, normál... pontosan ezért marasztalták el őket, hát amennyire, már amennyire. Tehát például az APV-nél Szokai Imrét, nem, a Szokait nem. A szokait, nem próbaid. Hát az nem ugyanaz. Börtön büntetés kap olyat, ami után nem lesz semmilyen következmény, tehát nem lesz büntetett előítélet. Így van. Hát ez most egy másik kérdés ennek a megítélése, mert az indoklásban az volt, hogy nem pontosan tudta, hogy mit szavaz meg. Na mindegy, a polgári perben vissza lehet perelni ezt a pénzt, és én azt gondolom, hogy a legfelsőbb bíróság állásfoglalása már vissza is fogják perelni, úgyhogy, vagy legalábbis nagyon remélem. Azért valamit tegyünk hozzá. Itt azért volt ebben a bírósági ítéletben még egy érdekes dolog, hogy amikor Tocsik Mártát, amelyet egy kicsit úgy furcsálok, hogy éjjel 3-ig a Gyorskocsi utcában faggattak. Szóval egy nőt azért éjjel 3-ig, nem tudom hány órán keresztül, az egy kicsit nekem nem helyén valónak tűnő dolog. De akkor ő azt mondta, hogy bizony egy MSZP-hez és egy SZDSZ-hez közel álló urak, ugye ez a két úr, hát bizony átutaltattak néhány 100 millió forintot az ő számlájukra. És később most a bíróság úgy vélte, hogy nem bizonyítható, hogy ők megkérték, hogy utaljon. Ténykérdés viszont, hogy utalt. De nem volt bizonyítható, hogy erre kérték. Tehát magyarán, mivel nincs bizonyíték arra, hogy fölkérték, mert különben visszavonják a megbízást, akkor úgy tűnik, hogy Tocsik Márta egy este így ült otthon, és azt mondta, de kurva sok ez a pénz. Át kéne utalni. De hagyj marasztaljak el valakit, akit mindenképpen el lehet marasztalni. Én nem akarok véleményt formálni az ügyről, egy biztos,
hogy egy embernek Magyarországon nem szabad 7 éven át ülni a vádottak padján, és ebbe beleőszülnie. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy őletes dolog, hogy mind a tipmixen megjátszhatnánk, hogy a legkülönbözőbb perekben milyen az ítélet. Itt az összes létező ítélet előfordult, tehát én szerintem a vádlottak partján ez esetben mondhatok valamit, a bíróságnak kell ülnie. Vállalkok gyűjteményét adta ki egy német könyvkiadó. Elsősorban a szokatlan okokat gyűjti csokorba a kiadvány. Volt olyan asszony, aki azért akart elválni, mert férje reggelente a kutyának köszönt először. Egy 30 éves asszony azért adta be vállókeresetét, mert párja a szex és a gyomorkeserű közül sokszor az utóbbit választotta. De mi az, hogy először a kutyának köszönt? Hát már nagy dolog, hogy egyáltalán köszönt az asszonynak. Hát, igen, ez egy dolog. Én mikor nem voltam ilyen ismert ember, és még udvaratlan lettem az utcán... Na mikor volt? Na erről! Én rendszeresen köszöntem kutyáknak, és a gazdáik visszaköszönt. Én mindig mondtam, nem magam. Én mindig és mondtam, hogy... A fókát megmutatod? Nem. Olyan régen. Szeretem, hogy tényleg akart egy fontos dolgot mondani. Hát, nem képzelt, hogy megmutatom a fókát. Én a lóversenyen is csak a lovakkal beszélek. Mutass egy pár beszédet. Hát én csak... Sejvus jájó. Erre ő mit mond? Hát most van egy fél lovam szegény is. De mi? Hát beszélgetek a lóval, hogy fog futni. Én azt tudom, hogy beszélgettek, de hogy... hogy hát te... ez a ló már racsol is ki. Igen, de... Az nem nyerít, hanem nyerít! Évtizedekig jártam hajnali munkákkal, figyeltem a lovakat, beszéltem 21 idomával alagon, a 21 idomál mondott nekem 400 tippet, és aztán megszámoltam, hogy a 21 idomának összesen volt egy darab trabantja, és akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy azt kell játszani, amit mondanak. És onnantól kezdve én csak a lovakra hallgatok. De hallott? Erre a Mimi? Úgy hívják az istálót, hogy Mimi. Tényleg? Hova mész? Megyek a Mimibe. Beugrom a Mimibe. Na, de neked is van egy telivéred. Én még nem beszélgettem vele soha. Hogy hívják? Ő ugyanis teljesen normális. Ő általában lovakkal. Erolcsázi ajtóstól az istálom, a küldjél világot előbb vagy. Na, mesélek nektek egy érdekeset. A mostani túlba olvastam, a menedzser pár évvel ezelőtt derbit nyert, ami egy évvel egyszer van. Személy? Menedzser nyert egy... Jani, tényleg? A ló, bocsánat, nem. A ló tényleg. Neve. A ló neve menedzser? Igen. Ja, én is azt hittem, hogy egy menedzser nyert. Ló neve menedzser. Vigyázz, mert még hülyék vagyunk. Fedő neve meg Jani. Mindez. Úgy mondja, hogy a hülyék is értsék. Menedzser sikeres versenykarrier után elkezdte apaméni működését. Kancaszállítási gondok esetén menedzsert házhoz szállítom, állítja a tulajdonosa. És most jön, ami miatt elmeséltem, hogy hogy fedez. Hát így. Ne álljon meg én! Hogy fedez? Engem csak ez érdekel. Mutasd meg! Ne mondd, mutasd! Hogy fedez? Lendületben. Játszd el! Azért udvarogathattam volna egy kicsit. Azt tudod, mi a próbám én? Én! 2 hónapig próbáltam. A próbamén az csak az előjátékot csinálja. De megmutatom. Ne. Ez is tényleg komoly. Játsszátok el. Tehát, most figyeljek ide. Sima mén. Ez a simány mén. Próbamén. Azt nem tudjuk. Nem tud jól mén. Mén. Nem jó mém. Vannak nagyértékű fedezőmének, akiknek 100-120 kancát kell befedezni, és nehogy... Igen vagyok, én is csak és nehogy valami bajuk legyen. Állj fel, hajolj meg! Az elejét a próbamén csinálja, és ő csak a sluszpéda... Tehát leküldöm a bajot pettingen ösztani. Elég már! Nem mondod. Igen. Na most mond... Mi van, ha én szerelmes vagyok? Azt mondom, hogy ne arra, hogy beküldöm a gálvölgyit előttem. 120 lóba. A kecskéket ismerik a lovakat.
Láttad már a Jani taktus közben? Ivi, van egy új nő, pettingelni kéne, na. És most mondom, hogy fed ez a menedzser. És mi van, ha a próba, mi lesz, hogy jó, de jó ez is. Akkor már nem kell a tuti. Mondom a menedzsert. A menedzser hogy fedez már ezt az Isten berje meg hogy, már. Beígér valami nagy lóvét, nem? Az úgy fedez, mint az állat, azt mondják. A lovaknak van egy élő pontszáma. De ugyanúgy, mint a... Henriknek is, csak kevés. Gondol a papírokat, nem kell jó hírek. Mint a sakkozóknak van az élőpontszáma, lovaknál ez General Handicapnek nevezik. De, ott... de ez a ló a fedezéseket is te nyitod, mint a sakkmeccset. Nekem... Hát honnan tudod ezt így? Hát te ezt... nyitod? Nekem van egy kancán... Nincs olyan magyarországi jó b***szás, ahol a... Ne, ne, ott a tegyi! Tényleg ilyet! Ott így a... Ezt nem lehet másképp. Most hirdessük meg a versenyt, hogy aki még tudja, hogy melyik hírhez kapcsolódott, az nyer valamit. Érdekel a hír. Hogy fedez a menedzser? Maradjál már, hogy fedez a nekem van egy kancám a Pink Panther, az például 65-ös. Csak fordítom át. Csak 65-ös a handicap száma, tehát a teljesítménye. És most mondom, hogy a menedzser hogy fedez. Hozzáadunk kettőt. Nem. Angol telivél kancákat 70 general handicap szám felett 20 ezer forintért, 60-70 között 30 ezerért, 56... Gumival vagy guminél? 50-60 között 40 ezer forint. Olyan gyorsan írom. Még egyszer mondom. Jobban állunk a bajról, magasabb a gázsink simán. 70 fölött 20 ezerért, 60 fölött 30 ezerért, 50 fölött 40 ezerért, és 55 és 60 között? Mert én annyi vagyok. És 5... és 50 alatt 50 ezer forintért. Mindegy, csak 50 nekem akkor legyen. Mennyi az lenne? A lényeg. Nem. Nekem mennyi lenne? Érted, amit mondtam? Egy téged fedezzen a menedzser. Kell neked a menedzser? Hát mit tudom én? Minél jobb a kanca, annál olcsóban fedezik. Nekem nem mondjad. Én ebbe élek. A... Egyszer a bajodnak volt egy kancája, hát azt még ismertem. Azt te is fedezted, az olyan volt. Hát nem érted? De hogy nem értem én? De a kancát köpjökre rakod, akkor úgy fedez. Csak mert a kérd egész éjjel telefonálni. Azért, mert hogy egy rossz... Mert ha egy rosszabb kancát fedez, kisebb az esélye. Hogy egy jó ló jön. Jó csikk, és az rontja a renoméját. Igen, a világos. Én most kezdeni. Hogy van ugyanez a helyzet a renoméval? Tudjátok a bajon hol lakik? Alagi jóvenszerpálya mellett közvetlenül így a startnál lakik, és életében még nem volt kint. Nála indulnak a lovak. Hogy lettem volna? Mindig azt mondja az asszony, hogy ne menjek ki, meg én vagy te is. A telefonszámunk 0713822144, a címünk Budapest 1119, Fehérvári út 8995, az e-mail cím pedig heti7@rtl.hu, ja, a weboldal www.rtl.hu. Találkozunk egy hét múlva, köszönjük a türelmet, szerelmet, mindent, amit csak adtak nekünk, a viszontlátásra!